Az Orosz Federáció az rettetesen sokszínű, tehát teljesen joggal vetett föl, hogy ilyen értelemben véve a bomlás az megállíthatatlanul folytatódni fog. Az igazság az, hogy a világpolitikában nekünk, mármint a Magyar Köztársaságnak, vagy nevezzük akárhogy, hát nem osztottak lapot. Tehát ez értelemszerűen ez egy ilyen narcisztikus túlzás arra gondolni, hogy majd mi fogjuk megmondani, hogy a passzáció merre fut. Egy kis nemzetnek is van mozgástere, de csak akkor, hogyha ez a kis nemzet világos megkülönböztetést tud tenni, például abban a kérdésben, ki az ellenség, ki a barát. És hogyha változik a helyzet, akkor a barátból hirtelen ellenséget csinál, az ellenségből csinál barátot. Most ilyen téren a románoktól lett volna mit tanulni. A magyar himnusz meg speciálisan, ugye a magzatodnak a hamvedréről szól, a vérözönről, a csonthalomról, a vesztett csatákról, sehol, semmikor ilyen himnuszt nem találsz a világon. A jelenlegi vezetőnk, még ő áll legközelebb a karizmához, de hát ő is inkább csak egy ilyen trükköző disznóvágó, mint hogy karizmatikus vezetőnek lehessen nevezni, mint volt mondjuk Churchill. Ha érdekel az, hogy a szorongás korában élünk-e, illetve hogy mi Magyarországnak az osztálystruktúrája, egyáltalán lehet-e azt a szót használni, hogy osztály, akkor kérlek, hallgass meg a beszélgetésemet Csepeli György szociálpszichológussal, nagyon ajánlom. Jó estét kívánok, szervusz! Jó estét! Először szeretnék egy idézettel kezdeni, amit a Népszavában adtál egy interjúban. Azt mondod, hogy vannak birodalmak, amelyek viszonylag kevés válság következménnyel erésznek el, de a birodalmak általában nem szoktak súlyos válság nélkül eltűnni, a bomlás termékek hosszú ideig mérgeznek, sok szenvedést okoznak. Erre például az Oszmán Birodalom, tulajdonképpen a Német Birodalom is. A szemünk előtt jelenleg az Orosz Birodalom eltűnése zajlik. Az lenne a kérdésem, hogyha szerinted most tűnik el az Orosz Birodalom, akkor mi lesz a helyén? Hát először is lesz egy káosz, ugye van egy orosz kifejezés, ez a smutni vremena, a zavaros idők, és nem először fordul elő ez az orosz történelemben, hogy valami volt, nagy volt, terjeszkedett, és egyszerre csak összeomlott. Retteget Iván után. Retteget Iván, de retteget Iván előtt is, mert ugye mielőtt jöttek volna a mongolok, akkor ugye az nem volt egy olyan igazi sikerperiódus. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy az orosz történelemhez hozzátartozik ez a fajta oszcilláció, hogy egyszer fönt, egyszer lent. És jól lehet, én úgy csatoltam, hogy hamarosan be fog következni a szétesés. Ez a folyamat láthatóan lassabban megy, mint ahogy én gondoltam, mert ez egyelőre még megvannak azok a centripetális erők, amelyek összetartják a különfajta Oroszország, vagy az Orosz Föderáció tartozó részeket, de érzésem szerint ez a győzelem, ha be is fog következni, pürhoszi győzelem lesz az oroszok számára, és nagyon súlyos árat kell majd nekik fizetni, ezért sajnálom is őket, mert szeretem az oroszokat. Igen, én is szeretem őket, ezért is foglalkozom velük addig. Nemrég volt a brit Partizánban, én szeretem őket így hívni, a Nomara médiában egy beszélgetés egy Oroszországgal foglalkozó értelmiségével, aki azt mondta, hogy perverz módon, amíg volt a kétpólusú világrend és a Szovjetunió létezett, addig a Nyugat sokkal több erőforrást tett abba bele, és erőfeszítést tett, hogy megértse, mi történik Oroszországban, és amióta felbomlott a Szovjetunió, nem próbálják megérteni az orosz belső folyamatokat, és ez látszik abban, ahogy például a Navalnyi halálesetet kezelték, ahogy a Pirozsint elkezdte a nyugati média egy része sztárolni teljesen érthetetlenül, pedig hát pontosan tudjuk, mi volt és mit csinált. Tehát, hogy vajon van-e akarat megérteni azt, hogy ez a birodalmi bomlás, ez pontosan mit jelent? Szerintem nincsen. Itt ami van, az amikor a ragadozó érzi a vérszagot és ráveti magát az áldozatára. És szerintem ez nem egy helyes stratégia, mert én általában véve a kooperációnak vagyok a híve, és ez az ellenségképzés, amely lezajlott a szemünk előtt az oroszok esetében, ez az oroszok se ártatlanok, tehát nem erről van szó. Ez érzésem szerint a pürhoszi győzelmet mondtam az oroszok számára, akkor ez pürhoszi győzelm lesz a nyugat számára is. Tehát ami fokozódni fog, az a káosz és a bizonytalanság. Ez viszont teljesen összhangban van Hankis elemértől tanult elméletemmel. Amely? Ha ismered az utolsó könyvét, az Emberi kalandot, ott ugye a bizonytalanság korráról beszél.
és a bizonytalanság kora az már akkor is ott volt, amikor Hank is még élt, de ahhoz képest szerintem az egekbe emelkedtek a változók, ugye a változékonyság, a kétértelműség, a komplexitás és a kiszámíthatatlanság, ezek, hogy mondjam, az elviselhetetlenségig fokozzák az állapotot, és ilyen értelemben véve elviselhetetlenség fokozzák az embereknek azt az állapotát, amit a pszichológia úgynevező szorongás. Erre majd mindjárt vissza fogok kérni az Oroszország 15 perc vagy 10 perc után, hogy amikor kettőnk közül az a különbség, hogy te aktív felnőtt életet éltél úgy, hogy a Szovjetunió még volt. És a vége felé te láttad, de jelét annak, hogy a nemzetiségi kérdésen fog alapvetően szétesni a Szovjetunió. Gondoltad ezt mondjuk 81-ben vagy 82-ben, hogy a nemzetiségi kérdés lesz az, ami itt a végső löketet megadja? Hát arra gondoltam, hogy alapvetően ez a szisztéma, amit ugye lehet kommunizmusnak nevezni, lehet államszocializmusnak lehet nevezni, ez tulajdonképpen életképtelen. Tehát ilyen értelemben véve csak idő kérdése volt számomra, hogy ez az alakzat, és utána ugye a kis szateliták, amelyek sorában a magyarok is beletartoztak, ez mikor fog szétesni. Nyilvánvalóan a strukturális lehetetlenség aztán az pszichológiailag megkeresi a maga megfelelőjét, és ezért nem meglepő, hogy ezek a különfajta helyi, etnikai, nemzeti identitások, hogy mondjam, mondták ki a Szovjetunió végzetét, tehát ezek voltak a koporsó szögek. De hogyha egy értelmesebb szisztéma van, mondjuk az a szisztéma maradt volna, amit még Lenin talált ki az új gazdasági, annak idején, ami a hadigazdálkodást fölváltotta, a nepet. Az a szisztéma, ha megmarad, és azt nem változtatja meg Sztálin a maga drasztikus és kíméletlen módszereivel, akkor szerintem a Szovjetunió vidáman élne és virulna. De ezt csak azért kérdezem, mert hogyha azt mondod, hogy ez csak a szögben a koporsó volt, akkor, és azt is állítod, hogy most a bomlásának vagyunk a tanúi, és ez egy történelmi folyamat, amíg egy birodalom lebomlik, akkor nem lehet, hogy ez folytatódni fog? Tehát nem lehet, hogy az Ukrajna elleni háborújuk csak elmaszkírozza azokat a problémákat, amiket Tatárztánban, Dagesztánban vannak, amik most a multietnikus Oroszországon belül vannak? De feltétlenül így van. Tehát itt egy tendenciának vagyunk a tanúi. Az a tendencia ugye elkezdődött a Szovjetunió felbomlásával és a különfajta tagköztársaságoknak a kiválásával. Etnikai, nemzeti alapon szerveződtek azok meg. És hát ma is az Orosz Federáció az rettetesen sokszínű. Tehát teljesen joggal vetett föl, hogy ilyen értelemben véve a bomlás az megállíthatatlanul folytatódni fog. De ennek nem kell örülni. Nem kell örülni, de mit kell vele csinálni? Hát mi magyarok most mit tudunk csinálni? Odaállsz a Niagarához, akkor mit tudsz, annyit tudsz, hogy nézed. Hát, de fontos, ha valaki beleképzeli magát abba, hogy egy nemzetnek a sorsáról dönt, akkor fontos azt végig gondolni, hogy mi az érdekünk, és mi nem az érdekünk. Tehát ezt el kell tudnunk dönteni, még ha nem is tudjuk teljesen befolyásolni, akkor tényleg semmit nem tudunk tenni, ha legalább azt nem tudjuk felmérni, hogy mi a jó nekünk, és mi a rossz. Hát nyilvánvalóan föl lehet vetni így a kérdést, mi a jó nekünk, mi a rossz nekünk, de az igazság az, hogy a világpolitikában nekünk, mármint a Magyar Köztársaságnak, vagy nevezzük akárhogy, hát nem osztottak lapot. Tehát ez értelemszerűen ez egy ilyen narcisztikus túlzás arra gondolni, hogy majd mi fogjuk megmondani, hogy a passzát szégy merre fúl. Ezzel nem értek egyet. A Romániának se osztottak lapot, és mégis mindig nagyon módszeres, ravasz módon megtalálja azt, hogy a dolgokat valamelyest úgy fordítsa, hogy neki megfelelő legyen. Ez a 20. század Romániájának az egyik sikertörténete. Igen, hát nem véletlen, hogy mi nem vagyunk románok. Persze igazad van abban, hogy egy kis nemzetnek is van mozgástere, de csak akkor, hogy ez a kis nemzet világos megkülönböztetést tud tenni, például abban a kérdésben ki az ellenség, ki a barát. És hogyha változik a helyzet, akkor a barátból hirtelen ellenséget csinál, az ellenségből csinál barátot. Most ilyen téren a románoktól lett volna mit tanulni. Igen, de ugye azt mondani, hogy, és akkor szerintem ebben egyetértünk mi, feltételezem, hogy
nem örülve a nyugati, sokszor russzofób állításoknak, azt ki kell mondanunk, hogy a putyini politika Magyarország érdekeivel ellentétes. Mert nekünk az az érdekünk, hogy ne legyen olyan, hogy ruszki mír, hogy ne terjeszkedjen a 91-es Oroszország határain sokkal túl az orosz érdekszféra, mert akkor nagyon közel jön hozzánk. Ez természetes, de ez nem csak a mi érdekünk, az egész nyugati szféra érdeke. Tehát ilyen értelemben véve, ha NATO tagok vagyunk, akkor nem is gondolkozhatunk másképp. Igen. Akkor áttérnék egy másik birodalomra. A Mozgó Világban többször írsz filmkritikát. Írtál egy filmkritikát erről a Kulics korában az indiánokkal történt esetről, amit a filmet nem láttam, a kritikát elolvastam, és a kritikának van egy olyan mondata, amire szeretnék kérdezni. Azt érted, a végén azt írod, hogy Scorsese csodálatos filmje azt bizonyítja, hogy a rendező forgatókönyvíró jól megérezte, hogy az igazságos világálma szét is foszlott, de az amerikaiakban megmaradt a vágy, hogy a rossz a pokolra, a jó a mennybe jusson. Én rég olvastam ilyen szép és egyszerű leírását annak, hogy az Egyesült Államokban milyen a közgondolkodás a világügyeiről. Látszik, hogy ha bármilyen olyan politikai konfliktussal szembesülnek, ahol nem lehet ilyen egyszerűen elmondani, hogy ki a jó, ki a rossz, ki győzedelmeskedik a jó és vereséget szenved a rossz, akkor nem tudják maguknak megfogalmazni, mi az amerikai álláspont. Látszik ez most az Izrael palesztin háborúban, hogy az a régi reflex, ahol elmondta, hogy Izraelnek van morálisan igaza, már nincs helybe, de nem tudnak helyett egy másik narratívát kitalálni, hogy minden világbirodalom ilyen rendkívül fekete-fehér módon fogalmaz meg a világpolitikáról alkotott történéseket? Hát itt két kérdésről van szó, mert amire én utaltam, és azt változatlanul tartom, hogyha amerikai vagy, akkor annak tulajdonképpen az etosza abból van, hogy igen, meg tudod, mint amerikai állampolgár, meg tudod különböztetni a jót és a rosszat, az igazságos és az igazságtalan. Még akkor is, hogyha a rendszer nem jó, és ha a rendszer rossz, az igazságtalan, de tulajdonképpen maga az eszme, ez a just world, ez benne van a fejedben. Egy magyar fejében ilyesmi nincsen. De abban már igazad van, hogy az állampolgárnak ez a várakozása, és ami nagyon szépen ebben a filmben láthatóan működik is, ez az amerikai Egyesült Államok geopolitikai vagy világpolitikai szerepvállalása tekintetében már nyilvánvalóan nem igaz. Ez az eróziója ennek a Just World hipotézisnek elkezdődött a vietnámi háború kapcsán, ahol egyértelmű volt, hogy amerikaiaknak semmifajta igazuk nincsen abban a háborúban. Vagy amikor Reagan elnök elfoglalta Grenadát. Tehát, vagy az Irán kontra alatt. De még korábban is, ugye, amikor a Fülöp-szigetekkel voltak az űrök, tehát nem igen. Tudom, nem vagyok Amerika történelmi szakértő, csak azt akarom mondani, hogy hát persze a világpolitikában az amerikai állampolgárnak ez a szép idealizmusa, ez nem érvényes. De ez természetes, mert a világpolitika nem arról szól, hogy tulajdonképpen ideálokat kell megvalósítanunk, hanem ott a nyers erő számít. És most jelenleg ez a közel-keleti konfliktus attól olyan tragikus, hogy csak a nyers erőt látni, de nem látni az irányt, és nem látni azt a sémát, amelyen belül a különfajta igazságossági koncepciók valamilyen módon talán meg tudnának békélni egymással. Mert a 73-as vagy a 67-es háborúban könnyen el lehetett mondani az igazságossági sémákat? Nekem van egy személyes elfogultságom ebben a kérdésben a származásom miatt, de és a Golda Meir film, nem tudom, látta, de amúgy a csodálatos film. Láttam, természetesen. Igen, és nagyon empatizálunk vele, de hát a brit, meg a francia birodalom oszlása, hogy a te szavaidat használjak, okozott olyan konfliktusokat a Közel-Keleten, ahol nem nagyon van egyértelműen jó, meg egyértelműen rossz oldal. De pont erre gondoltam, hogy ezek a korábbi megoldatlan konfliktusok, ezek most akkumulálódtak, és ilyen értelemben véve a zavart csak fokozták. Tehát hihetünk Izrael önvédelmi arcának a jogosságában, és egyébként csináltam egy ilyen közvéleménykutatást nemrég, ahol azt láttam, hogy a magyar közvélemény nagyon Izrael párti ilyen értelemben véve, de másfél meg palesztin párti is. Tehát azt akarom mondani, hogy a zavar, ami most van, az valószínűleg tartós lesz. Itt említetted azt korábban, hogy olyan korban élünk, ahol nagyon elterjedt a szorongás.
Ennek van objektív mérőszáma, ami alapján ezt mondod, hogy több-e a szorongással élő ember, mint volt-e korábban, illetve a kérdés második része az, hogy ha több is, nem lehet, hogy azért van, hogy több, mert most van lehetőségünk ezzel foglalkozni, mert amikor tuberkulózisba haldokolsz éppen, vagy diftériába, akkor nincs időd arról beszélni, hogy szorongást érzel. Ez egy nagyon okos kérdésfeltevés, persze, hogyha bizonyos alap dolgokban nem kell szoronganom, mert például biztosítva van a holnapi kenyerem, biztosítva van a lakatásom, biztosítva van az, hogy kivel ölelkezhessek, akkor nyilván ez rendben van, de ettől még a világban bekódolt szorongás, amiről beszélek, amelynek ugye külső okai vannak, ettől nem szűnik meg hatni, tehát ez mind a radioaktív sugárzás, tehát erről nem lehet nem tudomást venni. Tehát ilyen értelmében közvet ezek a jólét paradoxona, hogy egyfelől ugye a testedet jó karban tartja, másfelől meg hát a lelkedre nincs jó hatással. Több és mélyebb minőségű szorongás van most, mint volt 150 éve, ezt ki tudjuk mondani? Hát nem tudjuk kimondani, mert akkor nem voltak ilyen kutatások, akkor ugye a pszichiátriai ellátás az semmilyen módon nem volt jellemző a társamra, de amennyire én meg tudom ítélni, de én csak Borsod abban, hogy Zemplén megyei tapasztalatokkal rendelkezem, azt látom, hogy az ottani pszichológusok azok egyértelműen azt mondják, hogy ennyi depressziós, szorongásos esettel még soha nem találkoztak. De mi, ők ezt mihez képest mérjük? Ebben egyébként a Covid is nagyon belejátszott. Ezt akartam kérdezni, hogy ez egy új dolog, vagy mondjuk egy 10 éves dolog, vagy egy 40 éves dolog? Nem, ez új. Valószínűleg a Covid volt a trigger, amely azokat a bizonytalanság tényezőket, amikről beszéltem, tulajdonképpen kirobbantotta. Mert az embernek az volt az érzése, hogy egyik pillanatra a másikra minden megváltozhat. Igen, igen, pontosan. És hát ebből van a szorongás, ebből a bizonytalanságból. De hát ez a világnak egyik alapvető ténye, hogy egyik pillanatra a másikra mindig minden megváltozhat, és belénk csaphat a ménkű, és kitörhet a Vezúv, és háború lehet, és mindannyian meghalunk. De vannak periódusok, amikor ez a fajta éberség ez elalszik. Ilyen volt mondjuk a 19. század, 1812-től, hogyha megnézed 1914-ig. Jó, voltak háborúk, meg volt különfajta konfliktus itt-ott, de egészében véve az emberek abban a tudatban éltek, hogy majd a utánuk következő generációk is ugyanúgy fognak élni, mint ők. És ez a fajta bizonyság, ez már az első világháborúban elveszett, nyilvánvalóan. Uh-huh. És utána, most nem folytatom a 20. századdal, a 20. században megint volt egy ilyen grace period, a hidegháború, ugye, amire utaltál, és a hidegháború eltűntével, ugye, amikor az ellenségek és a barátok azok egyszerűen, mint egy szappanbuborék felrobbantak, elpukkantak, akkor ugye hát elkezdődött ez a sokpólusi világrend, elkezdődött ez a hatalmi harc, aminek nem tudjuk, hogy mi lesz a következménye, annál is inkább nem tudjuk, mert itt nem egyszerűen a politikai konfliktusokról van szó, hanem arról van szó, hogy közben maga az emberiség egy olyan lejtmenetet hajtott végre, ami azzal fenyeget, hogy a természeti környezete, ami végül is egy nagyon alapvetően szükséges, hogy te meg én itt elbeszélgethessünk, ez megy szét, ugye? Hát vannak, akik tagadják a klímaváltozást, én nem ezek sorába tartozom, vannak, akik, hogy mondjam, kétségbe vonják a különfajta élethez szükséges anyagok, nyersanyagok, táplálékok megszerezhetőségét, mert túl sok ember van, akiket már nem tud a Föld eltartani. De bárhogy is forgatjuk ezt a dolgot, Szatmári Jössnek adok igazat, aki azt mondja, hogy semmi garancia nincs arra, hogy ez a civilizáció ne érjen véget. Az emberiség persze továbbra is fog élni, de mind a neneves korámban vissza kell állni a kiinduló kockához. Erről két dolog. Az egyik, hogy az, hogy a progresszió lineáris és egy egyre növekvő progresszió szinten él minden generáció az előzőhöz képest, ez egy relatív új gondolat, nem? Ami amúgy az emberi történelemnek a... Tehát ez nem egy adatalapú gondolat, hanem egy kicsit egy ilyen visszavetített ilyen vágy, ez egy ilyen teleológikus fantázia, hogy ez így van. Valójában ez nem kell, hogy ezt gondoljuk, hogy mindig egyre jobban kell, hogy éljünk. De mégis ezt gondoljuk, van most, ez a fejlődésmánia, igen. És a fejlődés bizonyos értelemben véve ilyen fenntarthatatlan pályákat kezdett el ölteni, és a fenntarthatatlanság az hozza létre ezeket a külső válság tüneteket, amelyeket mint emberiség már nem tudunk menedzselni. És az erre való képtelenségnek a visszahatása,
hogy azok a politikai konfliktusok, amelyek nemzetek, országcsoportok között vannak, ennyire végzetesen elfajulnak. Legalábbis én így gondolom, de hát én nem vagyok ilyen értelembe véve egy biztonságpolitikai szakértő. Jó, rád fogok térni, most rátérek a... Sokkal fapatosabb gondolkodó vagyok. A szociálpszichológiára. A egyik képviselőtársam, Kanász Nagy Mártét, ha jól tudom, tanítottad az. Igen, kedvenc hallgatón volt. Igen, ő sokat írt nekem, hogy mit kéne most kérdezni, úgyhogy ebből fogok most gazdálkodni. Az egyik, ami szerintem őt nagyon érdekli, ő nálam sokkal inkább rendszerkritikusabb gondolkodó, baloldali sokkal nála. És mostanában a baloldal, meg a fiatal baloldaliak újra elkezdték használni az osztály kifejezést. És szerintem az is egy releváns kérdés, hogy lehet-e most még használni, van-e ma relevanciája ennek a kifejezésnek, illetve hogy van-e, ha relevanciája van, miben más ennek a jelentése, mint volt, amikor ezt a kifejezést elkezdték a szociológiában érdemben tartalommal feltölteni? Szerintem nem lehet használni az osztálykifejezést. Soha nem volt az osztálynak nem voltam soha barátja egyébként. Én sokkal dinamikusabbnak, flexibilisebbnek láttam a társadalmat, de hát ez abból adódik, hogy szociálpszichológus voltam és vagyok. Tehát sokkal inkább a hálózatokban hiszek, mint az osztályokban, de ezzel együtt elfogadom, hogy a feudális rendszerhez képest a kapitalizmus létrehozott egy olyan struktúrát, amelynek az előnyös pozícióiból ki lehet esni és be lehet jutni, tehát ilyen szempontból egy perspektívikusabb, az egyéni szempontjából perspektívikusabb társadalom jött létre. Ezzel kapcsolatban a mai magyar társadalom tekintetében viszont úgy gondolom, és ebben keményen akarnék fogalmazni, hogy nálunk nem osztályrendszer van, de nem azért nincs osztályrendszer, mert nyugaton nincsen, hanem azért nincs, mert nálunk van egy refeudalizáció, ami tulajdonképpen létrehozott egy kasztrendszert, nem rendi rendszert, mert a rendi társadalomnak megvolt a maga legitimációja, megvolt a metafizikai alapja, ugye Isten rendeléséből dőlt el, hogy te most egy jobbágy fiú vagy, vagy pedig egy arisztokrata csemete, nem is beszélve, hogy férfi vagy, vagy nő vagy. Ezek a kategóriák azok teljesen felazultak és eltűntek a nyugati társadalomban, de Magyarországon írtam most nemrég egy cikket a Z nemzedékről, és most, hogy készültem erre a beszélgetésre, megnéztem a cikket, és ott láttam, hogy hát teljesen az indiai kasztrendszer az, ami visszajött. Tehát vannak a bráminok, ugye, akik a legfelül vannak, akiknek tulajdonképpen egy ilyen kozmopolita életük van. Itt születtek, innen van a pénzük, de tulajdonképpen oda mennek, ahova akarnak, és ott élnek, és ott dolgoznak. Akkor van a másik, a hazai uralkodó kaszt, ez a ksatria, ez már tulajdonképpen ide van gyökerezve, tehát ez már úgynevezett nemzeti tőke, ezt így mondják Fidesz nyelven. És akkor utána van egy két közép réteg, a vajszják és a sudrák. A vajszják azok, akik tulajdonképpen ilyen, hát arrivált középréteg, ők tulajdonképpen úgy érzik magukat, jól érzik magukat úgy, ahogy vannak, de nincsenek semmi fajta perspektíva előttük. Tehát élik a maguk életüket addig, amíg meg nem halnak. És a sudrák, ezek az alsó középosztály, akik szeretnének feljebb kerülni, de nem bírnak. És sajnos az egésznek a legalján, ugye a szociológiai nyelven úgy mondják, hogy underclass, a indiai terminológiával élve vannak az érinthetetlenek, akikkel senki nem törődik, akik tulajdonképpen élő testek, emberi anatómiai értelemben emberek, de társadalmi szempontból abszolút mértékig kívül vannak mindenen. Tehát, és ez a rendszer, amit mondok, ez a kaszrendszer, ez olyan kemény korlátokat állít az egyes csoportok közé, amelyek áthághatatlanok. Provokatív kérdést szeretnék föltenni. Hogyha megnézzük a Fidesznek a szavazótáborát, akkor azt látjuk, hogy ahogy lejjebb megyünk ezen a skálán, úgy egyre nagyobb a többsége. Kétféle dolgot lehet erre mondani. Lehet azt mondani, amit az ellenzéki kollégáim mondanak, hogy ez azért van, mert ezek az emberek információhiányosak, azért, mert könnyen megvezethetők, és lehet őket ilyen módon becsmérelni, vagy lehet azt az önkritikusabb dolgot mondani, hogy lehetséges, hogy az ő problémájukkal
az ellenzéki politika beleérte magamat, akik a legfelső osztályból jönnek, de ugyanúgy Donát Tanára vagy Dobrev Klárára is igaz, hiszen mindannyian a legfelső osztályból jövünk. Tehát Brámin igen, vagy. De mondom, a kollégák is azok, tehát mivel minden, van a Gábor, Jakab Péter, mindenki, akinek 2,5 millió forintos fizetése van, az valójában már ott van. Nem, azért ez kell egy családi háttér is, ezeknek nincsen. Rend, akkor így mondom, hogy a mindenki, aki jelenleg a politikában meg tud élni, az a felsőbb osztályokhoz tartozik, így mondom akkor. Tehát ezek az emberek valójában nincsenek kapcsolatban azzal, hogy milyen problémák érdeklik azokat az embereket, akiknek a legtöbb szavazatukra próbálnak játszani, és ezért van a Fidesznek ilyen dermesztő többsége, illetve nem csak a Fidesznek van ilyen típusú többsége. A lengyel jog és igazságosságnak ugyanúgy, ha megnézzük, akkor a alsóbb társadalmi státuszokban van valódi többségük, és nem azért, mert a lengyel vidéken információ hiányosak lennének az emberek, és a Brexitre is azok az emberek szavaztak, akik alapvetően kis településen éltek, és rosszabb anyagi körülmények között voltak. Hát én percig se gondoltam azt, hogy ez az ellenzéknek a problémája, mert én úgy látom, hogy itt alapvetően szociálpszichológiai helyzetről van szó. Van egy John Joss nevű szociálpszichológus, aki a rendszerigazolás elméletét fejtette ki, és bizonyította be, és a rendszerigazolás elmélete azt mutatja, hogy legelégedettebb egy rendszerrel mindig az, aki el van nyomva. Mert az fél a változástól. De ezzel nem értek egyet, ez a Brexitre nem válasz, hiszen a Brexitben a rendszert változtatták meg, tehát a maradás helyett a kilépést, a radikálisat választották a státusz de nem, helyett. De ezek az én nem vagyok Brexit szakértő, de a Joss elmélete kapcsán azt tudom mondani neked, hogy ők attól féltek, hogyha tovább is bennmaradnak az Európai Unióba, akkor az egy olyan változás lesz, ami az ő változatlanságra berendezett életüket véveszélybe sodorja. Tehát ilyen értelembe véve az, hogy az alacsonyabb státuszúak azok a rendszernek az, a pillérei, az ilyen értelembe véve a Brexitre épp úgy érvényes, mint a Fidesz szavazókra, akiknek szintén nem nagyon hívei a változásnak, nem nagyon hívei akár az Európai Uniónak. Ők azt szeretnék, hogyha minden úgy volna, ahogy van. Akkor egy másik dolgot hoznék be, amilyen. Egy amerikai példát. Az Egyesült Államok bal oldalán nagyon sokáig jelszó volt az, hogy ez amikor a feketék ellen elkövetett rendőri erőszaknak az ügye nagyon jelen volt a politikában. Volt egy olyan szlogenük az Egyesült Államok bal oldalán, hogy defund the police, tehát hogy a rendőrségnek el kell venni a támogatását, a költségvetési támogatását. És ez az amerikai szélső balon nagyon terjedt, és elkezdtek választásokat veszíteni, és a Biden körüli csapat azt mondta, hogy nem lehet ezt többet használni a demokrata pártban, mert a legszegényebb szavazóit a demokrata pártnak ezt elijeszti, ugyanis a legszegényebb szavazók voltak a leginkább a rendőrpárti szavazók Amerikában, azért, mert úgy érezték, hogy a gazdagok meg tudják engedni a privát biztonságot egy rendőrség nélküli városban, ők meg nem tudják megengedni maguknak. Tehát nagyon sokszor azt akartam ezzel elmondani, hogy ezek a nagyon progresszív üzenetek ellentétesek az érdekeivel azoknak az embereknek, akiknek elvileg az érdekében ezek szólnak. Nem, én nem látom ezt az ellentmondást, hogyha valaki egy kiszolgáltatott helyzetben van, ha valaki úgy érzi, hogy az egzisztenciája az bizonytalan, és fél a bűnözőktől, fél a változástól, akkor nyilvánvalóan, hogy az ilyen őrült, te baloldalnak nevezed, de szerintem csak őrült gondolatok, ezek semmifajta táptalajra nem fognak találni. Emlékszem, mikor a Dukakis, nem tudom, volt egy elnökjelölt, volt szerencsém vele egyszer találkozni Floridában, de akkor már meg volt bukva. És azért volt az öreg meg. Bush ellen. Tessék? Az öreg Bush ellen volt. Dukakis. Ő volt az öreg Bush ellen. És miért bukott meg? Azért bukott meg, mert Massachusetts volt ugye a liberális szenátora, és elkövette azt a hibát, hogy hát most aktuális, hogy kegyelmet adott, nem is kegyelmet, csak ideglenes távot, eltávozást biztosított bűnözőknek. Többek között egy Willie Norton nevű notórius gyilkosnak, aki élt is az alkalommal, kikerült a börtönből, és azonnal gyilkolt is. És ezt a történetet oly mértékig grávarták, hogy utána Dukakis eltűnt örökre az amerikai politikai életből. De nem azért, mert Dukakis különösen módon baloldali volt, lehet, hogy az volt egyébként, hanem hát az őrült ideák, azok őrült ideák, független attól, hogy melyik oldalon dobják azokat föl. De akkor egy szociológiai kérdést szeretnék ezzel kapcsolatban, Magyarországgal kapcsolatban föltenni. 2010 előtt a Fidesznek a legfontosabb kampányszlogene az volt, hogy két hét alatt rendet teszünk.
Nem tudom el, nem néztem bűnügyi statisztikákat mostanában, nem tudom, hogy, hogy a vagyon elleni bűncselekmények hogy változtak az elmúlt 15 évben, de abban biztos vagyok, mert azért ennyi országjárásra részt vettem kis településeken is, főleg Vas megyébe, hogy a szubjektív biztonságérzete megnőtt az embereknek. Számít-e ez a Fidesz támogatásában? Hát persze számít, nyilvánvalóan számít, de nem is annyira attól, az is számít természetesen, hogy a, tudjuk, öregszik az ország. Te ezt most nem érzed, mert még te a fiatal korosztálynak vagy a tagja. Majd megérzed 30 év múlva. Na most az öregek, azok kevésbé követnek el bűncselekményeket, mint a fiatalok. Tehát ilyen értelemben véve az a, az a púl, ahonnan a gyilkosok, a rablók és az egyéb ilyen sobrióska félék jönnének, az, az csökken. Nem is beszélve arról, hogy ez a korosztály ráadásul hajlamos arra, hogy külföldre menjen. Tehát ilyen értelemben véve van egy objektív társadalmi oka annak, hogy a bűnözés statisztika az, az mutat egyfajta javulást, és erre még a Fidesz rágyorsított azzal, hogy rettetesen megszigorította az ítélkezési gyakorlatot. Soha ennyi ember börtönben Magyarországon nem ült, mint most nálunk. És ez nem azért van, mert tulajdonképpen ennek bármifajta haszna volna, mert a börtön az egy olyan jellegű hely, ahol gyakorlatilag lényegében újra termeled a selejtet. Hanem ez azért van, hogy az emberek azt higgyék, hogy akkor, ha börtönben ülnek a bűnözők, akkor ők biztonságban vannak. Értem. Akik egyébként rehabilitálhatók lennének, meg mindenfajta flexibilis technikákkal visszakapcsolhatók lennének a társadalomba. Leszámítva azt a szegmenst, akik javíthatatlanok nyilvánvalóan. De 30 ezer ember ül most börtönbe, ebből a 30 ezer emberből igazán eltökölt bűnöző szerintem nem több, mint 10 ezer. És akkor kik nagy rész milyen típusú bűncselekmények miatt ülnek? Hát a szokásos, a lopás, a rablás, a családi erőszak, a pedofília, a... Hát ami a büntető törvénykönyvben van, ez mindig változik egy kicsit, mert ugye egy bűncselekmény, attól bűncselekmény, hogy van rá paragrafus, de ilyen értelemben véve maga a struktúrája az elkövetett bűncselekményeknek igazából ugyanaz, mint volt 30 vagy 40 évvel ezelőtt. Mondok például a gyilkosság. A gyilkosság az nem több évente, mint 200-240, és ráadásul a gyilkosságoknak a fele az a családon belül történik. Ahol férfiak nőkkel szembe követik el. Hát a gyilkosok javarésze férfi, igen, majd az a feminista a jövőben talán ez megváltozik, de általában véve a bűnelkövetőknek a, hát legalább 70-75% az férfi, szóval nem egy női dolog a bűncselekmény. Rátérve egy másikra, ugye sokat írsz más szavakkal, meg a szociálpszichológia kutatja ezt a néplélek kérdést. Én ezt egy ilyen, bevallom őszintén, én nekem sokszor visszajogtató ez a szó, mert én azt látom benne, hogy amikor főleg vannak ilyen mikrofonba ordító, mindentudó magyar nyilvános értelmiségiek, ez a Kádár népe, meg ilyeneket mondanak, ez valahol egy ilyen öngyarmatosító dolog, ahol megpróbáljuk kivetíteni azt, hogy szegényebb ez az ország, mint a nyugat-európai országok, és akkor ezért mindenki egyetemlegesen felelős és rossz, és nem tudom. Mégis te sokat használod ezt, és sokat írsz. De nem ilyen értelemben, ahogy te használod. Én használom a kifejezést, a sztereotípia, meg előítélet, és ilyen értelemben véve, amit te mondasz, az nem valami fajta ontológiai valóság, hanem annak a percepciója, annak a sok esetben teljesen eltorzított tudati képmása, egy hit. És mint hit, analizálásra messze menően alkalmas, és én dolgozom is ezzel a fogalommal. És akkor, de csak mint hit tárgyával. De ennek a hitnek mi az alapja akkor? Hát ennek a hitnek az alapja a kultúra, a történelem, a kultiváció, a különfajta műalkotások, hogy például mondjak egy példát, a magyar nemzet karakterológiai jellemzésekor szokás arról beszélni, hogy negativizmus. Hát épp most tiltottak ki engem a Színművészeti Egyetemről, ahol ebben a témában tartok előadásokat, vagy tartottam előadásokat külföldieknek, és ott mindig azzal kezdtem a kurzust, hogy mondtam, hogy menjetek ki a Kossuth térre, és nézzétek meg azt a szoborcsoportot, utána látogassatok le abba a lukba, és
a kurzus végén pedig arra kértem őket, hogy hát most írjatok egy dolgozatot, amiben összehasonlítjátok a saját himnuszotokat a magyar nemzeti himnusszal. És közben persze volt a kurzus. Na most egészében véve ezzel csak azt akartam illusztrálni, hogy a diákjaim azok ezen a réven tanulták meg, hogy mit jelent magyarnak lenni ahhoz képest, hogy ők hollandok, hogy ők bolíviaiak, hogy ők indiaiak, mert a világ legkülönbözőbb országából jöttek. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy ennek a hitnek az egyik alapja a előző nemzedékeknek a hite, és az előző nemzedékek produktumai. Tehát az a szoborcsoport, amit látsz a Kossuth téren, az úgy néz ki, mint egy ilyen mániás, depressziós betegeknek a gyülekezete. Talán egy vagy két olyan arcot látsz, ott a Deák Ferenc ilyen, aki nem érzed ezt a borzasztó leverséget, ezt a tönkreverséget. Ugye maga a trianoni sír, hát az se egy olyan élményforrás, ahonnan az ember boldogan jön ki. De mondjuk annak nem ez a feladat. És a himnusz, a magyar himnusz meg speciálisan, ugye a magzatodnak a hamvedréről szól, a vérözönről, a csonthalomról, a vesztett csatákról, sehol, semmikor ilyen himnuszt nem találsz a világon. Értem. És akkor még a szózatról nem is beszéltem, mert nekem van, több gyerekem van, de amikor a fiaim jártak a általános iskolába, akkor ugye én nekem az ott a szülői kötelességem, hogy elmenjek az évnyitóra, meg elmenjek az évzáróra, és hát szegény gyerekek ugye, mint a hamburger, be voltak szorítva a himnusz és a szózat közé. Hát milyen lelki állapotban hallgatták végig akkor az évet? De nem beszélve a sok hülyeségre, amit megtanultam. Én ebben a fajta logikában látok egy érdekes ellentmondást, hogy egyszer el van mondva, hogy Magyarország mennyire túlzóan nacionalista, és utána el van mondva az, hogy hát miért nincs nekünk olyan himnuszunk, mint azoknak az országoknak, akik arról érdekelnek, énekelnek, hogy mi vagyunk a világ legjobbjai, minden nagyon fasza, amit mi csináltunk. Tehát szerintem pont, hogy az egyik legpozitívabb dolog a egész magyar dologban, ez a kicsit tényleg morózus, depresszív hozzáállás, mert ennek mi az alternatívája egy nemzeti képzelőerőbe? A mi vagyunk a legjobbak, és Deutschland überall lesz, és mindenki. Nem ez az alternatívája. Hát, hogy megnézed, csak a szomszéd országoknak a himnuszait megnézed, ott nincs ilyen eufóriáról szó. Ez csak arról van szó, hogy a horvátok örülnek a tengernek, a szlovákok örülnek a hegynek, a románok örülnek annak egyszerűen, hogy ők románok. Tehát az öröm és az eufória az nem azonos. Hát most így nem tudnám a horvát himnuszt visszaidézni, a lengyel himnuszt azt arra... A lengyel himnusz az ilyen értelemben véve negatív, de nem úgy negatív, mint a magyar, mert a lengyel himnuszban benne van a remény. A lengyel himnusz arról az elgondolásról szól véleményem szerint, hogy ők az országok Jézusa, akit mindenki bánt, de a végén feltámad. Na most... Hát ez a remény, amiről beszélek. Igen, csak azért ezzel meg az a probléma szerintem, hogy ebből az a, hogy mi mindenki fölött egy különlegesebb, Lengyelország különlegesebb, mint bármi más a világon, ez van ebbe implicit benne. Ez csak azt akarom mondani, hogy a himnusz egy nagyon nehéz... Nem, de ez egy csomag, amit elmondtam neked, tehát a himnusz csak egyik eleme ennek a csomagnak, és másfelől, hogy mondjak neked valami jót is, mert mint politikus nyilván nem szeretsz ilyen dolgokat hallani, amit az előbb mondtam, hogy individuálisan a magyarok viszont rettetesen kreatívak és pozitívak, és nagyon jók, tehát lélelmesek, a túlélésnek a mesterei. De csak visszatérve erre az áldozat meg morózus hozzáállásra, hogy amúgy persze, el lehet a magyar történelmet úgy is mondani, mint hogy mindenki bántott minket mindig, és akkor ez milyen rossz, meg úgy is el lehet mondani, hogy mindent túléltünk, és ez milyen jó. Én ezt értem. De azért ezt az áldozati pozíciót nem a magyarok csinálják, hanem a világon mindenki most már mindent áldozati pozícióból fogalmaz meg. De én nem erről beszélek, én arról beszélek, hogy egy kollektíve, egy nemzet egészen másképp képzelheti magát, mint ahogy a nemzet tagjai magukat képzelik. Tehát itt a paradoxon az, hogy te meg én tulajdonképpen azt nézzük, hogy a forgóhajton hogy menjünk ki elsőnek, jól lehet utolsónak mentünk be, de egészében véve, mint kollektívum, elkezdtünk azon siránkozni, hogy hát forgóhajtó, hát ezen nem lehet se kimenni, se bevenni. Oké. És ez mennyiben más ebben Magyarország, mint a többi ország?
Mert ezt is egy picit ilyen eltúlzottnak érzem sokszor. Pont ebben más, mert a többi országokban ott nincs ez a fajta diszkrepancia a kollektív önkép és az egyéni önkép között. És milyen módon lehetne mondjuk egy jó kollektív magyar önkép érteni? Nem kell állandóan azon gondolkozni, hogy mit kell megváltoztatni azon, ami van. Ez így jó, ahogy van. Tehát ebben igazad van, hogy erre mi büszkék lehetünk, hogy nem vagyunk büszkék. Igen, bár mondom, engem rendkívül idegesít, és lehet, hogy ez egy ilyen, nem tudom, belépnevel jobboldal, nem tudom micsoda, de ez az ilyen, igazából úgy örülök, hogy ez fölmerült, ez az intellektuális silány, ilyen, de ez nem az. Ilyen önflagelláció, de jaj, a magyarok, nem. Jaj, azok voltak de Hitler utolsó, beszélek. Ilyen hülyeségeket mondanak, hogy Hitler utolsó csatlósai voltak. De és én nem erről beszélek, én csak annyit mondok, hogy menj ki a Kossuth tér, és nézd meg azt a szoborcsoportot. De a Kossuth téri szoborcsoporttal most átmegyünk egy ilyen városesztétikai dologba, ami tök jó, mert újabban ez is elkezdett sajnos érdekelni, hogy nem az a baj, hogy ilyen idő kívül ilyen historizáló? Tehát semmilyen módon nem volt újraértelmezve a historizáló Kossuth tér. Arra én nem akarok foglalkozni, hogy most okos vagy nem volt okos a Kossuth téret visszarendezni 1944-es állapotába. Én csak annyit akarok mondani, hogy az a szoborcsoport, ahogy most az kinéz, az erősíti az én igazamat, semmi mást nem mondok. Ettől még nagyon vidám lehetsz. Én próbálok. És akkor van ennek az ilyen ellenzéki mítoszrendszernek egy új izéje a önflagellálás mellett, amiről beszéltünk, amit te szerintem szépen árnyaltan kifejtetted. Nem, én nem beszéltem, ez a te kifejezésed volt, én igen. Nem beszélek önflagellálás, pont arról beszélek. Van egy diszkrepancia az egyéni kép, magadról alkotott, mint magyar kép, és a kollektív kép között. Ennyi az egész, ebben semmi fajta liberális elképzelésben nincsen. Lévő önflagellálás mellett, ezek az én szavaim, de én használhatom a saját szavaimat. Csak ezeket ne tulajdonítsd nekem. Nem, ezek Unger Péter, nem Csepeli György szavai. Így jó? Így még oda raktam az idézetet. Nem, ezek a te szavaid, igen. És akkor én arra reagálok a saját szavaimmal. Így van, hogy emellett van egy másik ilyen, ez az erős, karizmatikus vezető kell. Ez... Igen, itt ez feltűnt nekem, amit írtál sorvezetőként. Az erős vezetőt azt elismerem. Annyira elismerem, hogy például ebben a vizsgálatban, aminek az eredményeit még nem vagyok jogos nyilvánosságra hozni, többek között megkérdeztük az F-skálát, nem tudom, bejönne az F-skála, még a 40-es években Adorno és munkatársai fejlesztették ki, amivel tulajdonképpen akkor fasizmusnak nevezett tekintélyelvű beállítódást mérték, és ennek a tekintélyelvűségnek az egyik centrális állítása az erős vezetőnek a igénye. És most 2024-ben azt lehet mondani, hogy nagyon erős a magyar társam az erős vezető iránti igény, és mindig is erős volt. Tehát ilyen értelemben véve... De erősödött? Hát szerintem ez a 70%, ez mindig ennyi volt. Mindig ennyi és volt. A világ tendencia mi? Azt nem tudom, mert én nem végeztem vizsgálatokat más országokban, de visszatérve erre a dologra azt akarom mondani, hogy itt nem a karizmát látom döntő tényezőnek, mert ezek a figurák ezek nem voltak karizmatikusak, hanem Ferenc József például volt, messze volt a karizmától, szegény Gerő András már nincs köztünk, de hát, ha valaki ismerte Ferenc Józsefet, azt jól, ő tudta jól, hogy ő abban volt erős, hogy üljön az íróasztalánál és aláírjon aktákat, és sajnos abban is jó volt, hogy azt az őrűséget elkövesse, hogy megüzenje a Szerbiának a háborút. De hát a nem Horthy sem volt karizmatikus, a Horthy az egy, hogy mondjam, egy teljesen jelentéktelen figura volt. A Kádár be volt préselve ugye ebbe az orosz satuba. A jelenlegi vezetőnk, még ő áll legközelebb a karizmához, de hát ő is inkább csak egy ilyen trükköző disznóvágó, mint hogy karizmatikus vezetőnek lehessen nevezni, mint volt mondjuk Churchill, vagy volt mondjuk a magyar társadalom. Róla is el lehet mondani, hogy egy szexista, rasszista, antiszemita, súlyos alkohol. Értem. Hát a Churchillt én nagyon sokra tartom. Szerintem sokan sokra tartják, csak azt akarom elmondani... Attól, mert egy nagy ember, lehetnek nagyok a hibái. Csak azt akarom elmondani, hogy ahol én egyetemre jártam, ott például arról volt szó, hogy el le kell venni a szobrokat, mert akaratlagosan éheztette ki az indiaiakat a II. Világháború megelőző időszakban. Csak mondom, hogy máshol is vannak azért, ilyen vitáik a saját történelmi figuráikkal. Persze, de az hogy neki köszönhetjük, hogy
a második világháborút a szövetséges és társult hatalmak megnyerték, azért az nehéz megkérdőjelezni. Még ha annyi egyetértést megfogalmazhatok, hogy lehet, hogy inkább az Egyesült Államok elnökének, a Franklin Delano Rooseveltnek lehet ezt talán megköszönni. Hát Churchill abban nagyon benne volt, hogy meggyőzze Rooseveltet ahhoz, hogy belépjen a háborúba. Churchill nélkül, érted, Roosevelt egy agyaglábú óriás lett volna, mert az szóval amerikai társadalom nem nagyon akarta visszatérve ezt. Megnőtt az erős vezető iránti igény. És ezt vissza akarom csak utalni a szorongásra, hogy nem lehet, hogy ez azért van, mert a növekvő szorongás érzetet részben így oldják az emberek? Hogy valakit akarnak, aki biztonságot teremt? Ez így van, jeles a szociálpszichológiai vizsgán, ez a felelet. Jaj, köszönöm szépen, köszönöm. Rá akarok térni egy másikat, mert mondtál egy mondatot, amit nagyon-nagyon elő akartam venni erről az egész erős vezető kérdésről. Ugye meg is találom. Igen. Azt mondtad a 168 órának 2019-ben, hogy az ellenzéknek nincs vezére, de egy Farsifal-szerű figura megjelenését várom női változatban, aki naív, tiszta szívű, becsületes. Ez eljött azóta? Hát naív, ez egy nagyon naív várakozás volt. Az a baj, én nagyon szeretem a Parsifalt, amikor csak lehet húsvétkor megnézem, és engem mindig lebilincsel az a tisztaság és naivság, amivel ő tulajdonképpen úrá lesz azon az iszonyatos zűrzavaron, amit ugye a lovagoknak a Grál kehely körül az élete jelent. És ez egy remény volt, amely nem igazolódott be. Jó, ezt akartam megkérdezni. Azért is, mert ez a női vezető... A női vezető az, hát most történt egy kis baleset, de tulajdonképpen ez már az az irány volt, amire én gondoltam. Igen, de... Ha nem megbántva a korábbi köztársasági elnök asszonyt, én őt sose tartottam, se naívnak, se tiszta szívűnek, és a becsületes szóval is szerintem most már súlyos problémák vannak. Nem, de maga a figura étet, hogyha elvonatkoztatok minden egyébtől, azáltal, hogy nő, komoly potenciált rejthetett volna magában. És még egy utolsó... Hát azt mondja, hogy a mostani rá se lehet nézni. Ronda, ostoba, érdektelen. A Novák Katalin meg sugározta a reményt és sugározta a boldogságot. Úgy látszik, a két köztársasági elnök közötti megítélésünk is eltér, de szerintem ez kultúremberek között lehetséges. Persze lehetséges. Én csak azt akartam még a végén megkérdezni, hogy a szorongásnak, meg ennek a növekvő lelki terheknek, ennek mennyi köze van ahhoz, hogy a fogyasztói társadalom és a reklámipar és az ezzel kapcsolatos például a pornóipar, meg társkereső alkalmazások, meg a mindenbe beszűrődő ilyen pénzkereset és információtechnológia egység mennyi hatással van erre? Úgy fogalmaznám meg, ha már visszatérek a Kanásznagy Mátéra, hogy a kapitalizmusnak milyen hatása van a lelkünkre, így fogalmaznám meg. A kapitalizmusról a szónak a igazi értelmében nagyon nehéz beszélni, mert mindig is sokféle kapitalizmus volt. Tehát csak a marxistáknak a fejébe volt, hogy a kapitalista társadalomban vannak a gonosz burzsák, vannak a szerencsétlen proletárok, akik alig várják, hogy egy forradalommal megdöntsék a burzsáziát, és létrehozzák először a szocialista, majd a kommunista társadalmat. Tehát rengeteg verziója van a kapitalizmusnak, mindegyik valamilyen módon a kombinációja az állami és a piaci erőknek. Az, ami most van, attól függ, hogy Egyesült Államokról beszélsz, vagy még Kelet-Európán belül is változatai vannak a kapitalizmusnak. Tehát én nem a kapitalizmus oldaláról közelíteném meg a választ, hanem arról az oldalról, a technológia oldalról, hogy ez a dolog, hogy ugye van az embernek a kezébe, és ezen keresztül tulajdonképpen bárkivel, bármikor, bármiről kommunikálhat. Ez azt jelenti, hogy teljes egészében elveszett az a fajta monopólium, maga az a podcast is ennek a bizonyítéka, ami régen volt mondjuk a Tudós Klubban, emlékszem, én vettem részt a Tudós Klubban, akkor azt mindenki nézte, a pártközponttól kezdve nézte a vidéki művelődési otthonnak az igazgatója. És most szétfragmentálódott kicsit. És most ez nincs. Uh-huh. Tehát ennek következtében, és nem csak a tudományos kommunikációban, vagy a Tudós Klubban az félig tudományos volt, félig politikai. Lényegében véve nincsen olyan életszféra, amit centralizáltan működtetnek már a kommunikáció szintjén. Influencerek természetesen vannak. Az influencerek azok meg hát olyanok, mint a
hát mint a kvantummechanikában az elektronok, hogy hol vannak, hol nincsenek. Tehát ha sokan nézik őket, ahol vannak, vagy ha sokan nem nézik őket, akkor eltűnnek, mintha nem is lettek volna soha. És tehát ez a hihetetlen fragmentáció a nyilvánosságban, ez megint csak fokozza a bizonytalanságot és a szorongást, amiről beszéltünk, és én erre vezetem vissza a problémát, amit felvetettél. És milyen megoldás van erre? Mindig megoldásokat kérdezel, az életnek nincsen megoldása. Hát akkor vissza, akkor úgy látszik, hogy... Mi a megoldása arra, hogy te meghalsz? Nincs megoldása. Amit a himnuszról elmondtál, azt te nagyon internalizáltad, akkor nincs semminek megoldása, minden ilyen rossz, akkor szelevi. Én nem azt mondtam, hogy minden ilyen rossz, én azt mondtam, hogy van. Tehát a van, az nem azt jelenti, hogy eleve megváltoztatható. Az vagy változik, vagy nem változik. Akkor a technológiáról egy másik kérdés, hogy nem lehetséges-e az, hogy olyan gyors információs technológiai változás volt, amihez nem változott hozzá elég gyorsan sem a szabályozási környezet, sem pedig a kultúránk nem változott hozzá. De ez így és van. Hogy lehetséges, hogy a kultúra hozzá fog változni egy idő után, amely ezeket kicsit korlátozza ezeket a... És vissza fog térni, hogy mindenki informatikai sabátot fog tartani, és lesz egy nap, amikor nem nyúl hozzá a telefonjához. Nem, most én szkeptikus vagyok. Én úgy látom, hogy itt egy olyan palaszból kiszabadult szellemről beszélünk, amelyhez nem tudunk felzárkózni. Tehát ha megfigyeled azt, hogy ugye régen mondták azt, hogy vannak digitális benszülöttek, és vannak digitális bevándorlók. És ma már tulajdonképpen a csecsemők azok, akik digitális benszülöttek, mert a 3 vagy 4 év múlva már szegényből bevándorló lesz, mert olyan iszonyatos iramban változik a technológia, ez a fajta fragmentáció minden területen, hogy ezt követni, ezt megérteni lehetetlen. De mégis azért van, amiben változik, vagy van, amiben a kultúra hozzá változik ehhez. Hát annyiban, hogy megszűnik. A maga ismert módján a kultúra az nincs. Már most én a pornográfia használatról olvastam most statisztikát pár napja, ahol bár nő a pornográfia használat, és sajnos egyre fiatalabb korba kezdődnek, azok, akik tudatosan nem néznek, azoknak az aránya megnő. Igen, de itt a pornográfiában megint csak műsorszolgáltatóba gondolkozol, és nem gondolkozol mondjuk a gatyának a bizniszéről. Tehát itt nem tudom, hogy mit mértek, ez egy jó kérdés. A pornográfiának az a lényege, hogy bekerülve ebbe a közegbe, tulajdonképpen mindenki részt vesz benne, akaratától függően természetesen, akármint szolgáltató, akármint néző. És ennek következtében az a fajta pornográfia, amin még annak idején én vagy te felnőttünk, amikor ugye volt egy központi, hogy mondjam, pornográfia. Keletnévek, hölgyek és urak, este 10 után. Ez már nincs. Igen. Én most, hogyha a pályaválasztási tanácsadó lennék, akkor nem mondanám, hogy egy fiatal embernek, vagy egy fiatal nőnek, hogy menjél el pornosztárnak, hanem mondom, hogy menjél el a Jászminba. Uh-huh. Jó, és ennek van a politikára is hatása, hiszen fragmentálódik részben maga a politikai tér olyan szinten, hogy nem is kell már az ellentétes véleményeket meghallgatni bizonyos buborékokon belül. Persze, hát nem kell programmal előállni. Nem kell programmal előállni, és nincsen ütköző zóna, ami ugye kitermeli, akkor kell valójában programmal előállni, ha tudod, hogy be kell menned valahova, megvédened a saját állítást. De most nincs. Most nincs. És most már lassan egyik oldalnak sincs. Senkinek. Itt maga, az üzenet maga a politikus. Hát nézd meg, ami most lesz az Egyesült Államokban. Trump, the message is Trump. Igen. Vagy a másik message Biden. Tessék választani. De nincs igazi az, hogy mitől más az egyik és a másik. És szerintem például, ha az ember visszatérve megnéz egy öreg Bush Dukakis vitát, én nemrég néztem ilyen régebbi amerikai elnökválasztási vitákat, döbbenetes mai szemmel megnézni. Ezeknek az embereknek 5-8 perceik voltak, ellátórendszer, egészségügy, vállalkozások helyzete, kifejtős. De akár ugyanilyen a 98-as Orbán-Horn vitán
ki kellett fejteniük szakpolitikai kérdéseket ezeknek az embereknek. Ez azért manapság már az a jó politikus, aki TikTokon el tud mondani három teljesen blőd, idióta mondatot, ami valamit megjelenít. Nem is vagyok fenn TikTokon, és helyette veled beszélgetek hosszan egy ilyen csatornát. Pontosan, nem. Én is a TikTokon is szerepelek rendszeresen, és megfigyeltem, hogy 70-80 ezeres nézőközönséget tudok szerezni 3 perccel. Igen, csak hogy léteznek a dolgok nagy része, amiről érdemes beszélni, azt nem lehet 3 perc alatt elmondani. Nem lehet. De sajnos itt megint egy technológiai pestisről kell, hogy említést tegyek, ez a ChatGPT, amely lényegében véve elveszi a nyelvet tőlünk. Ezt kérlek, festd ki egy kicsit. Hát annyiban, hogy a ChatGPT azokból a mondatokból táplálkozik, amik valaha megfogalmazottak, többnyire írásban, de most már sajnos a kimondott mondatokat is beszívta magába, mint egy ilyen kielégíthetetlen szörnyeteg. És lényegében véve bármilyen kérdést, ha felteszel, bármilyen problémát megfogalmazol neki, akkor ezeknek a már kimondott mondatoknak a alkalmazásával komplett, tökéletesen érthető és normális választ ad. Egyetlen egy probléma van ezekkel a szövegekkel, hogy ezek mögött jó, nincs lélek, így is mondhatnám, de úgy is mondhatnám, hogy semmi nincs, ami új lenne. Verset soha nem fog tudni írni. De nagyszerű verseket tud írni, de olyan verseket tud írni, mint Szabolcska Mihály. Hát de hogy ne, jó, akkor így mondom, jó verset nem tud. Hát azt mondom, hogy újat és kreatívat ez a szisztéma nem fog produkálni, és ez nyilván a politikusokra is hat, mert ma már egy politikus beszédét nem úgy kell elgondolnunk, mint annak idején, hogy a Churchill azt mondta, hogy nem ígérhetek más, mint vért és könnyet. Most bemész a ChatGPT-be, már a tanácsadó, és a ChatGPT létrehoz egy szöveget, és akkor utána azt a szöveget a politikus elmondja. Hát Winston Churchill, mert tudja jól, hogy olyan mondatokat kell mondani, amit várnak tőle. Én hadd legyen bennem annyi naivitás, ha már úgy is megfogalmaztad, hogy kell egy naív figura a politikában, hogy előbb-utóbb az emberek ki fogják szagolni, hogy ki az, aki azért mond dolgokat, mert az van jól lemérve, és ki az, aki azért mond dolgokat, mert... Nem fogják, mert ugye beszéltünk a rendszerigazolásról, abban érdekeltek, hogy minden úgy maradjon, ahogy van. Szerintem ez egy kellően depresszív végszó. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm a meghívást. Köszönöm.